Jó estét kívánunk, kedves nézőink, hölgyeim és uraim! Önök a Pécsi Városi Televízió aktuális stúdióját látják. A mai témánkhoz, a mai programunkhoz igazából egy egyszerű, vagy legalábbis látszólag egyszerű kérdés kapcsolódik. Kik azok a polgárok? Ehhez a témához hívtunk stúdióba vendégeket, akiket tisztelettel köszöntök, és mutatok be egybe. Dr. Gáspár Gabriella, egyetemi adjunktus, jogász-szociológus. Jó estét kívánok! És Kerényi János úr, a Pécsi Polgári Kör alelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét. Gabriella, egy társadalomtudományi kutató számára miért lehet érdekes vagy fontos a polgár vagy a polgárság fogalma? Hát magam ezt a fogalmat, hogy polgárság, nem választanám el a polgárosodás fogalmától, ami a mai magyar társadalomban egyre aktuálisabb. Főleg a rendszerváltás után merült fel, hát tulajdonképpen a magyar társadalomnak az az identitás zavara, ami gyakorlatilag annyit tesz, hogy nem tudjuk, hogy milyen a társadalmi struktúra. Nincs erről egy kialakult közvélemény, nincs egy általános közgondolkodás. És szeretnénk időnként azt hinni, hogy egy polgárosodó, polgárosuló társadalomban élünk, jobb hiány. Mit jelenthet ez a polgárosodó társadalom? Hát ez egy, erről a szociológiában, mai magyar szociológiában, hát sok vita, ankét, konferencia zajlott le témába. És hát az elmondható, hogy nem jutottak belőle azok, akik ezzel foglalkoznak. Hát magam is foglalkozom ezzel a témával, de inkább a történeti vonatkozásaival. Tehát a magyar társadalom polgárosodásának a kezdeteivel, ami tulajdonképpen nem lényegtelen a mai vonatkozások szempontjából sem. Bocsásson, még erre később térünk meg vissza. Kerényi úr, miért fontos az, hogy Pécset legyen polgári kör? Két dolgot szeretnék idézni. Az egyik a polgári kör célja. A polgári kör azzal a célra jött létre, hogy Pécsváros gazdasági, kulturális, oktatási, sport, egészségügyi, környezetvédelmi, városképi, idegenforgalmi fejlődését az e területen dolgozó meghatározó személyiségek a városfejlesztésben történő összehangolt bevonásával elősegítse, hozzájárulva Pécsváros gyarapodásához. És még egy fontos, ez éppen az aktualitása elmúlt hetekben történtekre lenne utalás, a polgári kör nem valaki vagy valami ellen irányul, hanem valamiért. A városért segítő érdek kifejező szándékkal lép föl. Hát ezért. Ezek tehát a polgári kör céljai, és miként tudja megteremteni az eszközöket ahhoz, hogy ezeket a célokat megvalósítsa? Erre azt szoktam mondani, hogy mindenhez pénz kell. Pénz az van, csak nem biztos, hogy azon a helyen van a pénz, ahol annak lenni kellene. Működésünk ideje alatt azt tapasztaltuk, hogy Pécsváros polgárai képesek áldozatot hozni a városért, hogyha ez nem ez cél. És egy városért hozott bármilyen szintű munka, az pedig nem ez cél. Tehát tagdíjakból és a polgári körhöz jutatott adományokból tartjuk fel magunkat, és működtetjük a saját elképzelésünk szerint ezt a polgári kört. Lehet-e, és ha igen, akkor érdemes-e definiálni azt, hogy ki a polgár? Kérdésem mindkettőjüknek szó. Lehet, csak nagyon nehéz. Hát többféleképpen is lehetne, meg lehet próbálni legalábbis. Gondolom a Kerényi úr definíciója az egy városi polgár definíció, tehát az, ami a város lakó. Hát igen, a társadalmi struktúrában ugye valahol a polgárság a középosztályt jelenti, ez az egyik megközelítési mód. A másik megközelítési mód pedig, hogy polgárnak tekintjük, aki nem nincstelen. Abban az értelemben nem nincstelen, hogy van városa. A nincstelen ebben az értelemben nem azt jelenti, hogy anyagilag kategorizáljuk, hanem abban az értelemben nincstelen, hogy nem kötődik a városhoz, nem ad és nem vár semmit sem a várostól. Na most a polgár az, aki ad és vár is a városától. Egyelőre. Úgy tűnik egyetértés van. Igen, mint a középkori polgár. Értem. Mi készítettünk egy bejátszást arról, utcai riportot, hogy kinek mit jelenthet ez a kifejezés, hogy polgár. Kérem, hogy ezt most nézzük meg együtt. Kik azok a polgárok? Polgárok? Hát minden ember végül is polgár. Hát végül is papíron mindenki polgár, de nem biztos, hogy úgy is érzi, vagy úgy is él. Mi kell ahhoz, hogy valaki polgárként éljen? Hát egy normális emberi lét tulajdonképpen, amiben azok a minimális
élethez szükséges dolgok megadatnak mindenkinek, munka, család, stb., ami egy polgári léthez szükséges. Nem is tudom, azok a régi jó polgárok, azok eltűntek, új még nem termelődött ki, vagy ha van, nagyon kevés. Kik azok a polgárok ön szerint? Hát, hogy is mondjam, hát az értelmiség és a középrétegnek egy, hogy hívják, része. A polgár az társadalom legkisebb egysége, sejtje, amely anyagi, erkölcsi egzisztenciával, önálló egzisztenciával rendelkezik, ami egyfajta életminőség, és ez az életminőség jelzi a társadalom fejlettségi fokát. Kisember kisélésből, az nem polgár, az egyszerű kisember. Tradíciós háttérre kell rendelkezni, ahol a polgárok azok, mert oda egy anyagi háttérnek is kell lenni, mert hiába akarok én polgár lenni, hogyha azt az életkörülményt nem tudom magamnak biztosítani. Tehát anyagi, először is, ugye anyagilag meg kell alapoznom az, hogy én egy polgár életet éljek. Egy olyan közösség létrejöjjön, tehát egy olyan, mint voltak régen valamikor a polgári körök, és ott mit tudom meghatározni. Hát vannak például most már ezek az ipari körök, meg ilyesmik, ami talán hasonlítani fognak hozzá, de ez idő kell. Van egy bizonyos réteg, aki polgárosodik, de a legnagyobb többség az bizony elszegényedik. Ez az igazság. A mostani polgároknak lehet számítani a mostani urakat szerintem, akik most vannak, ezek az új urak, tetszik tűnő, mert voltak igazi régi magyar polgárok, illetve pécsi polgárok, akik valóban urak voltak. Hát az összes adófizető emberek, akik itt laknak Pécsen. Iparosoktól kezdve mindenki. Ennyi volt tehát. Volt, aki, akit megkérdeztünk, és azt mondta, hogy mindenki polgár. Mind állampolgár, mindenki polgár. Ez a polgárnak az egyik legáltalánosabb értelme, azt gondolom, ami egy politikai értelemben felfogott polgárt jelent. Van ugye a polgárnak még egy gazdaság értelemben felfogott megközelítése is, ez a burzsoá jobb hiány, így mondhatnánk, ami ugye eredetileg a városlakóból származik a szó, de hát később Marx után már ugye másképp értelmeztük ezt, ez a gazdasági polgárság, és van egy harmadik definíció is lehetséges, ez úgynevezett képzettségi polgárság, most nem mondom német szóval, mert nagyon csúnyán hangzik. Ez az, ami a kelet-európai régióban a polgárosodást gyakorlatilag megteremtette, ez a réteg, vagy ez a csoport, ez praktikusan Magyarországon a köznemesség volt. De hát erről ennyit, csak így röviden, és hát mindenki polgár, igen, állampolgári értelemben ma. Kérényi úr, mindenki polgár? Tág értelemben igen. Ha arról beszélünk, hogy ki egy városnak a polgára, mondjuk ki pécsi polgár, akkor ez már egy szűkebb definíciós lehetőség. A riportban elhangzottak lényegében azok, hogy az emberek mit várnak egy polgártól. Ez így van. Azok a szavak ismétlődnek, amit várnak egy polgártól, amitől polgárra válik a polgár. Amit hiányoltam és nem említettek, az pedig az, hogy legyenek gyökerei a városban. Egy pécsi polgárnak gyökereket kell ereszteni ebbe a hagyományokról városba. Volt a hagyományokról, igen, ami lehet gyermekkori, tehát az maga a születés, felnőttkori, vagy házasság, vagy a munka kapcsán, vagy a kultúra, művészet kapcsán. És legyen benne elkötelezettség a táj iránt, legyen benne elkötelezettség a pécsi házak és a pécsi emberek iránt. Mit jelent ez az elkötelezettség? Hogyan lehet ez? Hogyan valósulhat ez meg a hétköznapokban? Mondjuk én elkötelezett vagyok a város iránt. Akarok-e tenni valamit a városért? Ez az első pont. A második, hogy tudok-e tenni? Mert sajnos ez külön válik. Lehet, hogy akarok, de nem tudok tenni. De fordítva is igaz. Hogy tudnék tenni, csak nem akarok érte tenni. És hogy mitől az, hogy pécsi a polgár? Emlékezzünk arra, hogy egy jó pár évvel ezelőtt Szombathelyen valaki ment a város
Szombathely város utcáján meg lehetett ismerni, mert az út közepén ment. Ugye attól volt Pécsi, hogy Pécset szűk utcák vannak, és rákényszerültek a gyalogosok az úttest közepének a használatára. Föl lehetett ismerni, hogy pécsi polgár. És ha megkérdezték bárhol az országba a polgárt, hogy honnan jöttél, bár feltételezték, hogy Pécsről, mindenki így mondta, hogy Pécsről. Ezt kellene megtartani. Belenézni az emberek szemébe, és büszkén azt mondani, hogy Pécsről jöttem. És ezért hirdetjük mi azt, hogy Pécsnek potenciális ellenfele mindenki. Ezt Szombathely, Bécs, Budapest, New York, mindenki potenciális ellenfele. Meg kell őriznünk Pécset olyannak, amilyennek örököltünk, és legalább jobb minőségbe kell továbbadni. Hogyan lehet megőrizni? Hogyan vagy honnan? Miként? Legyen mind a kettő kérdés. Hogy hogyan? Egy egyszerű példát mondok, a szemét az nem lesz, az keletkezik. És kitől keletkezik? A pécsi polgártól keletkezik. Hogyha valaki máshonnan Pécsre jön, és megnéz egy környezetet, ami ápolt és tiszta, akkor azt mondja, hogy ez egy polgári környezet. És már ezt a hírt viszel, hogy polgári környezet. Őrizzük azt meg, ami Pécsnek érték. Mik Pécs értékei? Miről beszélnek, amikor azt mondják, hogy Pécs? Egyetem, főiskola, kultúra, mediterrán éghajlat, mediterrán hangulat, barátságos emberek, szorgalmasak dolgoznak. Megtartottuk mindezt? Nem tartottuk meg, és sok értéket elveszítettünk már, de ezt nem szabad folytatni. Ha megengedik, térjünk vissza egy pillanatra a bejátszáshoz. Volt, aki elsősorban az anyagiakra utalt. Azt mondta, hogy az a polgár, akinek van elég pénze ahhoz, hogy polgár legyen. Nem szó szerint, de körülbelül ezt mondta. Gabriella, mi a jelentőség ebben az értelemben az anyagiaknak? Hát eredetileg is volt jelentősége, mert ha jól tudom, Pécset annak idején, 19. század elején, de talán a 17. századtól az vált pécsi polgár, akinek ingatlana volt és mestersége. Tehát mindkettő feltételez egy anyagi javakat, hát ez kell hozzá. Egyébként is kaphattak, hogy mondjam, lakhatási engedélyt, ha jól tudom, azok, akiknek mondjuk nem volt ingatlana, de szerzett idővel. Tehát ez eredetileg is benne volt a városi polgár definícióba. Tehát ez nem csoda. Nyilván akinek nincs, az nem tud tenni a városért, vagy nem ugyanaz, hogyha valakinek van, vannak javai, jobban vigyázzál. Hogy hívjuk a régi pécsieket? Tükének. Tükének. Tehát tüke pécsi. Hát mitől tüke? Miért? Attól tüke, hogy volt neki szőlőtőkéje. És hol volt ez a szőlőtőke? Pécset. Ettől lett ő pécsi tüke. Hát ez már valami vagyonhoz. Említette az imént, hogy a város, mint közösség, vagy ennek a lehetősége. De polgárok számára milyen más közösség lehet fontos? Nem tudom, hogy érthető-e a kérdés. Tehát, hogy a közösségnek mi a szerepe. És hogy nem a családra gondolok. Hát persze, minden közösség. Diszkréten célozgatok a polgári körre, diszkréten célozgatok a nevelés folyamatára, stb. Hát egy bélyek szakkörnek, egy bármilyen egyletnek jelentősége van, hisz épp azt az érzést erősíti, ami rendkívül fontos minden település életében, ebben nem Pécs különálló. Az együttlét, tartozásnak az érzése, hisz a családokban ez már megszűnt. Nincsenek nagy családok, de ebben most nem akarok belemenni. Ez az érzés, ez egy pozitív érzés. És attól, hogy ez minél nagyobb, ez a település mérjétől is függ természetesen, de Pécs, hála Isten, akkora, amekkora, és az ország is a világ legszebb városa. Hát, ha együtt vagyunk, akkor ez az érzés, ez egy pozitív érzés. És ezt a pozitív érzést tudjuk mi továbbadni. Még egy fontos dolog van, amire azt gondolom, hogy szót kéne váltanunk, ez pedig a polgárok és a hatalom, vagy a polgárok és a politika kapcsolata. Mi ennek a jelentősége? Ez jó. Van-e jelentőség? Hát ez most, igen, ez rám jutott, pedig én ebben nem vagyok túljáratos. De hát ugye azért most kicsit visszautalva egy másik kérdésre is, hogy amit a János mondott, tudnélik, hogy Pécs szembe kell, hogy álljon New York-kal, Szekszárddal, akárkivel. És a politika. Szóval jut eszembe azért, hogy ha nem szemetes Pécs, annak nagyon örülünk és küzdünk érte, de hogyha szemetet égetnek, vagy hulladékot a garén, mondjuk én annak akkor se örülök, hogyha szemben állok garéval, mondjuk mint pécsi városlakó. Ugyanis onnantól a pécsi termékek is esetleg eladhatatlanok a mezőgazdaságiak a világpiacon, és a többi. Tehát ennyiben nem lehet csak szűken, és ez már mondjuk politika is, hogy ilyenkor nem csak a pécsi polgároknak kell összefogni,
hanem minden más polgárnak, mert hogy valamilyen politikai, jó, ez világos. Gazdasági, szóval én nem akartam leszűkíteni ezt, tehát én úgy gondoltam, hogy Pécset érintő dolog, tehát ami sérti Pécsváros érdekét és érdekeit, viszont hadd mondjak a polgári kör programjából megint egy idézetet, hogy mit nem akar a polgári kör. Nem akar viszont túlépni a civil szervezet határain, az önkormányzati jellegű hatalommá válni, a meglévő szervezetek hatalmát, jogosítványát csorbítani. Nem akar pártosodni, politikai akaratot kifejezni, pártpolitikai viták színterévé válni. Nem akar bárkivel, bármilyen szervezettel szemben kirekesztő lenni. Kik a tagjai a polgári körnek? Már nem név szerint természetesen, hanem hogy vannak szempontok? Milyen foglalkozású emberek? Tagjai? Hát akkor most név nélkül próbálom azokat az embereket felsorolni, akik naponta aktívan részt vesznek a polgári kör működésében. Érsebész, filharmonikusok vezetője, nem mondtam ki a nevét, levéltáros, egyetemi tanár, vállalkozó, kertész, gumiszerelő, autószerelő, úszómester, jogász. A teljes spektrum szerepel ebben. Tehát a foglalkozások. És csak egy mondat vissza a politikához. Teljesen mindegy, hogy mely politikai pártnak a tagja. Ezt soha senkitől nem kérdezzük. Azt viszont kérdezzük, hogy most mit csinálunk a városért. A kultúráról még nem beszéltünk. Mi a jelentősége a polgárok számára, vagy a polgárosodás folyamatában a kultúrának? Hát, a nevelésnek? Rettentő fontos, nem? Hát az életvitel, az életforma, életvitel kialakításában a nevelés is nagyon fontos, és hát a kultúra, ugye az benne van, a család hordozza, az iskola és a többi. Polgárra csak úgy lehet válni. Hogy mennyire fontos, egy utolsó példát mondjak, a polgári kör szervezésében volt ez a Pécsi Balett által előadott gyönyörű műsor, aminek egyetlen egy célja volt, hogy és most nem akarom kisajátítani a polgári körnek, mert ebbe a Pécsi Balett alapítványban volt, a Pécsi Balett baráti körben volt. Tehát ez mutatja azt, hogy kellene Isten igazából összefogni ezért a városért. Az volt a célja, hogy összehozzunk annyi pénzt, hogy még egy bemutatóra lehetősége legyen a Pécsi Balettnek. Mert ha valami fontos Pécs városának, akkor a Pécsi Balett az egy olyan hírhordozó és egy olyan érték, amire nagyon-nagyon vigyázni kell. És itt az érték a lényeg. Az a kulcsszó. Köszönöm a szép példát a végére. Köszönöm, hogy elfáradtak ide hozzánk, és részt vettek ebbe a beszélgetésbe. Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönöm szépen megtisztelő figyelmünket. Az időnk lejárt. Aktuális stúdió hétfőn jelentkezik ismét 18:40. Most pedig folytatódjon a Pécsi Városi Televízió műsora. Viszontlátásra!